Egyetlen egy olyan területe volt a város egészségügyi szolgáltatásainak, amely nem volt még megépítve, nem volt még megfelelő színvonalon ellátott. Ez a gyermekorvosi rendelő és a védőnői szolgálat. Gyermekorvosi rendelőnk volt, de magántulajdonú épületben zajlott a rendelés. A védőnői szolgálat pedig az övéké volt a rosszabb történet, hiszen hosszú évtizedek óta van védőnői szolgálat a Abátszalókon, két körzet van. Egy nagyon hálátlan épületben voltak elhelyezve. Eleinte még a 70-es években egy olyan épületben voltak, ami korábban huszár laktanyaként szolgált. Átkerültek a régi zsidó iskola épületébe, és ebben a használt épületben voltak elhelyezve. Régi vágyunk volt már, hogy egy új épületbe, egy komplexumba tudjuk őket elhelyezni. És ez a Füredi út melletti gyermekjóléti és családsegítő szolgálat épülete mellé került, hiszen a két intézmény között is elég szoros a kapcsolat, nagyon jó az együttműködés. Az épületet, mint egy 120 millió forintból valósítottuk meg. Erre a területfejlesztési operatív program keretében 80 millió forintot nyertünk, de ez már akkor látszott, hogy valószínűleg nem lesz rá elég, hiszen az épületnek a nagysága és a terület, ahová ez épült, igényelt egy többletköltséget. Így nagyon sokat dolgoztunk azon, és köszönet a kormány döntésnek, hogy egy újabb 20 millió forintot kaphattunk az épület megvalósításához, és saját forrásból mint egy szűk 20 millió forintot kellett még hozzátenni. A terület sem nagyon hálás. Valamikor több száz évvel ezelőtt a Tisza ebben a mederben folyt. Itt volt a Tiszának a régi medre, és ezért speciális alapozást kellett ide építeni, úgy, mint ahogy a korábban megépült családsegítőnél is, úgynevezett kútalapozást vagy szölöpalapozást kellett végrehajtani, és így épült meg, ki kellett emelni az egész épületet, és így épült meg erre a területre.